Sziasztok, Divatikon nézők! Itt vagyunk a Story Gálán, mellettem a mulatos legnagyobb királya, Lali. Szia, Lali! Köszönöm, imádom, ahogy megszólítottál. Teljesen jó a jelző, a legnagyobb király, igen, köszönöm. Jöhet az első kérdés. Hogy érzed magad? Jó az első kérdés, köszönöm. Nagyon jól érzem magam, igazából soha nem voltam még ilyen szintű rendezvényen. Imádom a pompát, a csillogást, a sztárokat, hát ez mind igazából nekem készült, valahogy azt érzem, hogy ez miattam van. De jogos, abszolút. Mit szólsz, hogy most már te is a nagy sztárok közé tartozol, mindenki énekli az új dalodat? Igen, imádom, hogy a nagy sztárok közé tartozhatom, és nem is értem, hogy itt a rádiókból miért nem a Lollipop szól, miért nem a mulatós jön mindenhonnan. Hát talán ezt is elérjük, ez a célunk. Folyamatosan a Lollipop egy nagyobb nézettséget ér el a legnagyobb videó megosztón. Most már a 2 milliót is meghaladtuk, és szeretnénk ugyanígy minél feljebb haladni, és hát a legjobb úton vagyunk. Köszönöm. Lali, mi a helyzet a csajozással? Valahogy mindig elbukod a cél előtt a dolgokat, most már sokkal könnyebb, hogy ekkora sztár lettél? Hát egyelőre még ennek a nagy sztárságnak a vonzatát nem érzem, az, hogy most én hú de sok csajt vinnék haza. Nagyon remélem, hogy minél hamarabb bejön ez is, és hogy le tudom aratni a babérokat. Hát igen, most azon vagyok, hogy kinézek valakit, és akkor őt hazaviszem, és akkor remélhetőleg megdobom. Súgd meg, mivel fogod felszedni? A Lollipopnak az első verszakával akarom felszedni a csajomat. Valószínűleg, hogy ez épp elég lesz, és innentől kezdve már csúszik is le a bugyingó. Szerintem ez bőven elég. A második verszakra nem hiszem, hogy sor kerül. Nem is lesz rá szerintem szükség. Várhatunk tőled következő dalt? Nagyon remélem, hogy lesz minél hamarabb következő dalom. Hiszen a Lollipop tényleg már olyan sikereket ért el, amit meg kellene haladni, és nem is hiszem, hogy a magyar sztárvilágban, a magyar, kik ezek? Énekesek, ugye? Igen. Szóval, hogy azok közül bárki is megdönthetné a Lollipopot, ezért muszáj leszek kiadni egy másik dalt, amivel valószínűleg még a Lollipopot is túl fogom szárnyalni. Hát mindenki várja, és hasítunk, szállunk. És Lali, van olyan, akivel szívesen énekelnél? Nagy példaképed esetleg? Hát még duetten nem gondolkodtam. Akkor ez most egy jó ötlet? Nyilván jó ötlet lenne, de egyelőre a Lali is elég szerintem a sikerhez önmaga. Nem hiszem, hogy duetle lenne szükségem, de hát meglátjuk, bármi lehet. Kívánok neked sok sikert és jó csajozást az este folyamán. Köszönöm szépen az interjút. Mindent köszönöm. Én is köszönöm.